Döntőfölénnyel a szavazatok 63,67%-át kapva maradt a következő 5 esztendőben Bátaszék polgármestere Bozsolik Róbert. Az elmúlt két hónapban mindenki minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy a saját elképzelését és saját gondolatait próbálja közvetíteni a bátaszéki emberek számára ilyen-olyan technikákkal. Viszont a választás eredménye egyértelműen azt bizonyította, hogy a bátaszéki emberek értékelték és pozitívra értékelték azt a munkát, amit az elmúlt 5 esztendőben értük tettünk, hiszen a korábbi képviselőtestületből 7 embert visszaválasztott Bátaszékváros lakossága, és hát a jövő szempontjából is véleményem szerint amellett tették le a voksot, hogy továbbiakban is itt helyben várospolitika folyjon, itt helyben olyan döntések szülessenek, ami az itt élő emberek érdekét képviseli, és próbáljuk azt a nyugodt életet, nyugodt kisvárosi életet élni a szó jó értelmében, amit az elmúlt 5 esztendőben éltünk. Az elmúlt napokban már képviselőtársakkal már folytattunk egyeztetéseket arról, hogy milyen bizottsági struktúrában fogjuk folytatni a munkát, kik azok, akik vezető szerepet vállalhatnak bizottságok élén alpolgármesteri feladatokban. Ezek az egyeztetések mind-mind arról szólnak, hogy együtt kívánunk működni. Együtt kívánunk működni egymással, hiszen mi kaptunk bizalmat az elkövetkezendő 5 esztendőre. A mi gondolataink mentén fog működni majd a város. Természetesen mi azokat a gondolatokat és elképzeléseket fogjuk itt tolmácsolni, illetve megvalósítani, amit a bátaszékiek szeretnének. És hát az együttműködésünk arról is szól, hogy azokat a lehetőségeket meg tudjuk valósítani, amelyeket mindannyian megfogalmaztunk az elmúlt időszakban, legyen az közművelődés, legyen az idős gondozás, legyen az sport, legyen az városfejlesztés, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nem elegendő csak a saját jó szándékunk és a saját munkánk, a saját energiánk, itt külső forrásokra, külső segítségre is szükség van. Mindenki, ha betartja azt az ígéretet, amit az elmúlt napokban megkötöttünk és úgymond egymás kezébe csaptunk, és teszi a dolgát a bátaszékiek érdekében, azt gondolom, hogy egy sikeres 5 esztendőt tudhatunk majd magunk mögött 2024-ben. Alapvetően abban egységes volt a vélemény, hogy mind a képviselőtestület működését szabályozó szervezeti struktúra, mind pedig az intézmény struktúra nem igényel változást. Tehát ilyen tekintetben nem lesz változás. Én azt gondolom, hozzáállásban sem lesz változás, hiszen ugyanazzal a lendülettel fogjuk folytatni azt a munkát, amit megkezdtünk néhány évvel ezelőtt, mint eddig is tettük. Személyi kérdésekben természetesen lesznek majd változások, de ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a sikeres 5 esztendőt tudjunk megvalósítani Bátaszék életében. Alapvetően nem tértünk ki konkrétan arra, hogy mik lennének azok az elsődleges feladatok, amelyeket a város életében meg kell valósítani, de a választási programjainkat azért mindannyian ismerjük, a sajátunkat is, illetve a jelöltársak programját, és nagyon-nagyon sok közös pont található. Közművelődés terén mindannyian megfogalmaztuk, hogy egy új közösségi térre szüksége lenne a településnek. Szociális idős gondozás terén mindannyian megfogalmaztuk, hogy szükség lenne egy idősek napközi otthonának a felújítására, vagy egy új idősek napközi otthona épület megépítésére. Azt gondolom, hogy ezek stratégiai kérdések lehetnek az elkövetkezendő 5 esztendőben, és hát szeretnénk mindazokat a vívmányokat megtartani, amelyeket évtizedekkel, vagy az elmúlt 5 esztendőben tudtunk létrehozni. Ezekben sem volt vita, és szerintem ezeket is tovább fogjuk vinni az elkövetkezendő időszakban. Fontosnak tartottuk, hogy azok a pályázati lehetőségek, illetve pályázati források és beruházások, amelyek felhasználása jelen pillanatban zajlik, ezek befejezését minél jobb ütemben meg tudjuk valósítani. Ezek ugye mind gazdaságfejlesztést és munkahelyteremtést fognak jelenteni. Feladatunknak tekintjük, hiszen ez mindkettőnk programjában szerepelt, hogy erősíteni kell a városnak azokat a szolgáltatásait, azokat a lehetőségeit, amelyek vállalkozások ide települését és munkahelyek létrehozását tudja elősegíteni.
ebben sem lesz, én úgy gondolom, köztünk vita, ebben is együtt tudunk majd működni.